Április 22-én pénteken hazai pályán elrajtolt a szezon a szekszárdi atléták számára. A délután kezdődő versenyen a hűvös szeles idő ellenére a Dél-Dunántúli régió szakosztályai mellett jelen volt egy-két fővárosi szakosztály is. Régi hagyományt élesztett fel ezzel a szekszárdi sportközpont, hiszen a 2000-es évek elején és még előtte is szokás volt, hogy egy versenyen nyitották meg az atlétikai évadot. A megmérettetésre a szervezők minden korosztályt meghívtak, U14-től egészen a felnőtt korosztályig mérhették össze tudásukat a versenyzők. Most hál' Istennek tető alá tudtuk hozni, egyelőre az időjárás is kegyes hozzánk, és hát a régióból szinte minden egyesület kihasználta ezt a lehetőséget, Kaposvár, Pécs, Tamási, Dombóvár, Bonyhád, Bóiak is jelentkeztek, illetve érkeztek még Budapestről, Csepel, Dunakeszi, úgyhogy úgy gondolom, hogy a szezonnyitóhoz képest egy jó mezőny gyűlt össze. Következő megmérettetés, ami számunkra a legfontosabb, az május 7-én a váltó országos bajnokság. Azért is indultak a szekszárdi fiúk közül ilyen sokan százan, hogy lássuk, hogy a váltó előtt hogyan állnak, milyen formában vannak. Most ugye a Szilágyi Péter a 100 méter már lement, 11-18, ez egy új egyéni csúcs, 5 századdal megjavította, a hideg is van, a szél is ilyen össze-vissza fúj, ez egy nagyon jó szezonkezdés, illetve hamarosan jön 2000 akadály. Gyányi Zsombor Buda, ő az U18-as válogatottba készülődik, első akadályfutását láthatjuk majd, de hát itt vannak a többiek is, mindenki készülünk a szezon versenyeire, bajnokságaira. Scherer Tamás a szekszárdi atlétika szakosztály vezetésén túl új pozícióval is büszkélkedhet. Ezen túl ő tölti be a Magyar Atlétikai Szövetség új utánpótlás szakreferense posztot. Ez tulajdonképpen az utánpótlás szövetségi kapitányi cím. A feladatok azok ugye a szövetséggel való kapcsolattartás mellett, az edzőkkel való kapcsolattartás, a versenyzők szemmel tartása, a nemzetközi versenyekre ugye lesz az idén U18-as EB, U20-as világbajnokság lesz, Európai Olimpiai Fesztivál lesz. A kereteket a szakági vezetők segítségével nekem kell összeállítani. Lesz két olyan verseny, amikor én kísérem a csapatot, én leszek a felelős értük. Úgyhogy most elsősorban ezek a feladatok, illetve hát most a legfontosabb, hogy ennek az egész éves programját összerakjam, összeállítsuk. A felkérés meglepett, nagyon örültem neki, és egy nagyon nagy megtiszteltetés nem csak nekem, hanem az egész szekszárdi atlétikának, sportéletnek ez a felkérés. Scherer Tamás azt is elmondta, hogy ennek a pozíciónak az elnyerése az elmúlt 25 év munkájának a gyümölcse, és ezért elsősorban a szüleinek hálás, akik annak idején az atlétika felé irányították őt.